A Kossuth-díjas magyar festőművész halálának 70. évfordulója alkalmából Makón eddig nem látott gazdagságú tárlat nyílt meg. A realizmus és az expresszionizmus stílusában alkotó művész munkásságára jellemző volt, hogy az alföldi és a tanyasi élet részleteit és a parasztság mindennapjait örökítette meg festményein. A megnyitó ünnepségen részt vett Lázár János, a térség országgyűlési képviselője is. Beszédében kiemelte, magyar identitásunk megőrzésének az anyanyelv és a zene mellett a képzőművészet és a festészet lehet egy nagyon jó eszköze. Koszta egy olyan korszak alkotója, különösképpen számomra fontos a 900-as évek első évtizede és a 10-es évek alkotó munkája, amikor világossá válhatott a világnak, és ha valaki ezt az összehasonlítást ma megteszi, elmegy Párizsba vagy elmegy Bécsbe, a magyar festészet és a magyar festészeten keresztül jelentkező magyar kulturális identitás semmivel sem volt kevesebb, mint a francia kortárs festészet minősége, üzenete, képes volt hozzá fölzárkózni, Bécs és Budapest között pedig Budapest javára dőlt a mérleg, hogyha a festészetre gondolok és a képzőművészetet veszem szemügyre. Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató elmondása szerint az intézmény birtokában jelenleg nincsenek Koszta képek, de fontos, hogy a makói és a környékbeli közönség megismerje a művész munkásságát. A tárlat jelenleg 31 festményből áll, ennek egy részét a Szentesi Koszta József Múzeum kölcsönözte az intézmény számára. Nagyon érthető, nagyon emészthető művészete van, nagyon megtisztelő, hogy el tudtuk ezt hozni, és ez egy nagyon különleges, mert hát nagyon értékes festmények vannak itt kiállítva, ettől is olyan különleges, ettől is különlegesen készültünk, itt biztonsággal, stb. Tehát egy kicsit másképp kell ezekre a képzőművészeti kiállításokra készülni. Nagy örömünkre, és hát reméljük, hogy március végéig nagyon sokan meg fogják nézni. A kiállítás túlnyomó része azonban magángyűjteményből érkezett. Szabó Antal művészettörténet tanár és műgyűjtő jóvoltából számos Koszta alkotás tekinthető meg a múzeumban. Televíziónknak elárulta, már hosszú évek óta kapcsolatban áll a művész munkásságával. Olyan képekkel találkoztam Koszta Józseftől, amik úgy első látásra ez olyan, mint a szerelem. Hogy valakire ránézek, és hát megtetszik. Hasonlóképpen jártam így a Koszta képpel, és onnantól kezdve foglalkoztatott nyilván, hogy mi lehet az életműve, egyáltalán az élete, milyen volt Koszta Józsefnek. Elég sűrűn jártam Szentesre, Koszta József Múzeumban, sokat megnéztem az állandó kiállítását. Ott több olyan személlyel találkoztam, akinek a birtokában volt Koszta Józseftől mű. Ezeket volt szerencsém megtekinteni. Aztán volt nagy szerencsém némelyiket meg is venni. A különleges tárlat március 31-ig lesz megtekinthető a József Attila Városi Múzeum kiállító termében.